10 millió forintból hoztak létre egy 20 gépes számítástechnikai kabinetet a Kisvárdai Kandó Kálmán közlekedési szakgimnáziumban. A nemrég felújított oktatóterem jelenleg a megye egyik legjobban felszerelt és legmodernebb ilyen egysége. Köszöntöm a stúdióban Tálosi Jánost, az East West Intermodális Logisztikai Szolgáltató ZRT vezérigazgatóját. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket! Mielőtt rátérnénk magára az oktatóteremre és ennek a beruházásnak a lényegére, egy kicsit beszéljünk arról, hogy tulajdonképpen ennek az East West logisztikai szolgáltató értének, mi a, mik a stratégiai céljai egyáltalán, hogyan helyezkedik el egy ilyen tanterem felújítás az önök tevékenységében? A társaságunk egy olyan jelentős beruházást hajt végre, amelynek 150 fő körüli munkaerőgénye lesz nagyon rövid időn belül a fejlett műszaki színvonalú rakodó berendezésekhez elengedhetetlen lesz a képzett munkaerő, tehát a kiművelt emberfők azok nagyon fontosak lesznek a számunkra, és ennek a jelentős része az középiskolai végzettségű, nyelvi, számítástechnikai ismeretekkel rendelkező szakember kell, hogy legyen, még a gépkezelőktől is elvárás lesz ez. Miért éppen a kismerdai kondókámára esett a választás? Nyilvánvaló, hogy a távolság az nagyon meghatározó, a másik pedig az, hogy ott a környéken a szülőkben megvan a családi elkötelezettség ez iránt, a tevékenység iránt, tehát sokkal könnyebb megtartani ezeket a diákokat a későbbiekben. Vagyis hagyománya van annak, hogy ilyen területen dolgoztak édesapák, nagypapák? Igen, igen, erről van szó. És ezeket a gyökereket kellene újra élénkíteni, hogy a forgalom visszajön arra a közeli magasságban, amit egyébként az elmúlt évtizedekben elvesztett Záhony térsége. Tulajdonképpen mi az, ami létrejött itt a Kandó a középiskolában? Mit tud ez az új tanterem? Nagyon modern del gépekkel és egy vizuális táblával, ahol nem csak a diákoknak, hanem az oktatóknak is lehetővé teszi azt, hogy folyamatosan kontrollálják a, a diákokat. Ez a csoportos foglalkozás, ugye mindenki mindenkivel kapcsolatba tud lenni, nagyon gyors, nagy sebességű rendszer, és hát azt ígértük, hogy ha a beruházás jól halad előre, akkor a jövő évben a következő, mert még egy számítástechnikai terem van, annak a felújítását is el fogjuk végezni magyarul, nem csak a gépeket biztosították, hanem a képzésben is aktívan részt kívánnak venni. Igen, részben előadókkal, hogy a diákoknak is legyen egy pici ablaknyitás a világra, ugyanúgy az oktatókkal is, és azt el kell mondani, és meg kell köszönnöm a Kisvárdai Szakképzési Centrum főigazgatójának, Leleszi Ágnes asszonynak, és a Mattus Attila kancellárúnak azt, hogy nem csak a gépek újultak meg, hanem maga a terem is megújult. Tehát felújították, a gépekhez megfelelő környezetet alakítottak ki. Mekkora összeget szánt erre az önök cége? De 10 millió forintot szántunk erre, ez gyakorlatilag a jelenleg elérhető legmodernebb számítástechnikai eszközöket jelenti, és ugye a, a programokat pedig, mivel hogy van egy központi támogatás erre, a képzési centrum az beszereztet a jövőben? Ugye arról van szó, hogy esetleg lesz ennek folytatása is. Igen, mindenképp az iskola egyébként relatíve felszerelt eszközökkel, hiszen van egy másik számítástechnikai kabinet is. Az állapot annak valamivel jobb volt, mint ennek, viszont az is 3-4 éves elmaradásban van. Tehát a következő tanév kezdetére azt is szeretnénk felújítani. Mi az, ami fényes litként megvalósul? Hogyan kell elképzelni azt, amiben most belevágtak? Az intermodális logisztikai központ az azt jelenti, hogy közútról, vasútra, vasútról, közútra képes átrakni mindenféle eszközöket, de döntően kontinereket. A másik, ami egyébként itt a környezetterhelést jelentősen csökkentheti, az az, hogy képes a terminál kamionokat továbbítani vasúton, vagy félpótkocsikat továbbítani vasúton, és fogadni is. Ez azt jelenti, hogy a négyes útnak a szabolcs már bereg megyére első forgalmának egy jelentős részét képesek leszünk áttenni vasútra. Milyen országokban kell itt gondolkodni? Mert elsőként az jutott eszembe, hogy azért régen óriási forgalom zajlott Záhonyban, a Szovjetunió és Magyarország között. Most kifejezetten Oroszországról kell gondolkodni, vagy ez egészen más perspektíva is? Nyilván Oroszország fák, fákországok, a régi fákországok, Kazasztán, de jelentős Ukrajnának az exportforgalma is, és nem, nem elhanyagolható mértékű lesz a kínai, forgalom, ugye Kínának terjeszkednie kell, a kínai árukat el kell helyezni, és most már élelmiszerre is szüksége van, tehát nem csak Magyarország fele, hanem Magyarországról kifele is lehet forgalmat generálni. Mit jelent ez a térség számára, hogyha ez megvalósul? Az, hogy 150 körüli munkaerőt alkalmazunk, az nem az egész foglalkoztatási keretet jelenti, hiszen a vasúti kiszolgálásra kell plusz 70 fő, minden egyéb szolgáltatásra, a beleértve a határrendészetet, a vámosokat, gyakorlatilag 300-400 fő foglalkoztatását jelenti ennek a terminálnak a, a, elindítása. Mikorra valósul ez meg? Hát ha az én álmai megvalósulása időpontját lehet, akkor én azt gondolom 2021 júniusában el fogunk indulni. A befektetés befektető részéről az összeg rendelkezésünkre áll, és mivel, hogy itt hatósági, ez egy kiemelt beruházás, tehát a hatósági ügyintézéssel sincs a pomilyen, azt gondolom, hogy el fogjuk tudni kezdeni a tevékenységet. Pár szót még beszéljünk a humán erőforrásról. Mennyiben látja biztosítottnak ezt a létszámot innen a térségből, vagy esetleg máshonnan is kell majd csábítani munkaerőt? Az állami középiskola ö, oktatási színvonalak emelésével az érdeklődés meg fog nőni. Részben Magyarországról, részben a kárpátolyai területekről és magyar anyanyelvűek iránt ö, vagy részéről az érdeklődés megnő, tehát én nem, nem hiszem, hogy ez problémát ö, fog okozni. Hogyan fog tudni, fényeslitke és záhony párhuzamosan működni, vagy mire számíthatnak a záhonyiak esetleg kell, hogy megijedjenek? Én azt gondolom, hogy nem. Uh, nyilvánvaló, hogy ha ez a terminál elindul, akkor ez húzza magával az összes többit is mind kapacitásban, mind a tevékenységben, mert ez egyébként az áhony által végzett hagyományos tevékenységet ez a terminál nem fogja tudni csinálni, tehát ez egy újabb, más jellegű tevékenységre lesz alkalmas, viszont az ügyfelek, akik egyszer már ide jönnek, azok nyilván másfajta szolgáltatásokat is igénybe szeretnének venni. Tárosi János, köszönjük szépen, hogy befáradt a stúdióba hozzánk, és rendelkezésünk Köszönöm szépen.